Senlis, Franciaország, bölcsője, királyok otthona, történelmi stílusok találkozási helye, alig 50 kilométerre fekszik Párizstól. A világhírű zongoraművész Cifra György itt találta meg az ideális hangversenytermet tehetséges fiatalok számára. Ki kell nyitni előttük a templom kapuját, de előbb meg kell keresni az ódonköveket, mondogatta sokszor. És meg is találta Senlisban a királyi kápolnát, mely romosan a pusztulás szörnyű sebeivel várt rá. Cifra mester a gallo-román stílusban épült, ősi Szent Péter templom szomszédságában lakik, és minden nap a miasszonyunk katedrális mellett megy el, ha a királyi kápolnába koncertre indul. A festői tájba települt város fontos szerepet játszott már a rómaiak idején, kanyargós utcái az eleven középkort hordozzák, a házak alatt antik falak húzódnak. Kastélyok, barokk és rokokó paloták körül épült ki a polgárváros. Az utcák rendje követi a műemlékek, romok, parkok és terek által kijelölt irányokat. A régi vigasságok, nagyvadászatok emléke is régen elmúlt. Az utcákon a mai élet zajlik, de a házak csendjében a kövek között évszázadok történelme a múltat idézi. Tágas téren magasodik a francia gotika remeke, a város központja, büszkesége, kincse, a miasszonyunk katedrális. Ez az épület uralja a környék rusztikus házait is. A 12. század első felében kezdték építeni, egy időben a Saint-Denis és Chartres katedrálissal, és korábban, mint a párizsi Notre-Dame-ot. Később tovább alakították, majd a tűzvész után 1504-ben rekonstruálták. Plasztikával gazdagon díszített, bár az épület egészében a román stílus puritán jegyeit is, tömegességét is magán viseli. Ez a környezet. Én nekem már a megszokottat jelenti. A királyi kastély és park is saját történelméről mesél. A római alapokon 5 évszázad emlékei sorakoznak, pusztulásukban is az ember teremtő fantáziáját dicsérve, aki a vaskos bástyáktól a rokokó könnyedségéig szüntelenül újat teremtett. Nagyon meg vagyunk tisztelve azért, hogy a Müszi Palotás nagykövet úr eljött és megtiszteli a hangversenyünket a mai napon, amit a mai magyar napok számára szenteltünk. Thank you.
oda vagyok ezért a két magyar művészért, aki az egyiket úgy hívják, a Szecsődi Ferenc, hegedű művész, csodálatos, fantasztik, és Iván Ildikó, szoprán énekesnő, aki szintén elképesztően tud énekelni. Na most nem szándékosan, de utoljára hagyom a Max Bonévai, köszönöm szépen, harmonikás, akkordionis művész, aki mondjuk hát, hogy egész rendkívüli a dolog a részéről, mert hiszen ez a hangszer, mint ahogyan önök tudják ezt, ugye, ez mondjuk, hogy populáris értékben volt, eddig mondja a könyvedben, igen. Koncertek, kiállítások előkészítésében az Üye házas pár segít ciframesternek. Cifra úr egészen különleges, elbűvölő ember, igen érzékeny és diszkrét. Nem szereti a tömeget, és a nagyvilági életet sem. A nagyvilági életet sem. Szinte menekül onnan, ahol sokan vannak. Vasárnap a koncertre is a kezdés előtti utolsó pillanatban érkezik. Annyi nagy siker után még mindig gyötri magát. Úgy érzi, hogy gyakorolnia, tanulnia kell. Ez például rendkívüli benne. Hallottuk, hogy 20 éven át Párizsban is szerényen élt, pedig már akkor is mekkora sikerei voltak. Akkor mi még nem ismertük őt, itt viszont gyakran látjuk. Rendszerint csak akkor hagyja el a házát, akkor sétál végig az utcákon, amikor egy-egy fiatal művész bemutatkozik koncerten vagy kiállításon. Thank you.
6000 alapító tagunk van. 6000, ami nem egy kis szám, ugye? Na most ezek közül nagyon szép számban vannak magyarok is, ugye? Ez egy nagyon nagy dolog, az én véleményem szerint több mint diplomácia, több mint politika, ez művészet. Mit jelentett az, hogy itt kint tanulhatnak? Kész művészek érkeztek ide, ugye most már régen lediplomázottak minden. Mi csak lehetőséget adunk arra, hogy lanszírozhatjuk. Mi ez a lanszírozás magyarul? Hogyan tovább? Igen, valami. Szóval erre van szó. De az, hogy itt továbbfejlesztésről nincsen szó. Legfeljebb, ha van egy kis szerény konszej, tehát kis tanácsom a részemről, azt, hogy tudjak adni, az nekem egy nagyon nagy eredmény és nagyon nagy öröm. Az Istenke segítsen bennünket, hogy tovább tudjuk segíteni a fiatal művészeknek, és elhárítani azokat a nehézségeket, amiben nekem részem volt. Hogy egy nagyon neves és nagyon értékes műemléki épület, mert hiszen az egy régi művészetnek az emléke és üzenete, ez adta meg az első lehetőséget arra, hogy a művészetnek otthona is szülessék. Drága, itt ha szabad megjegyeznem, ez egy régi kornak az üzenete. Egy régi kornak az üzenete, ami mondjuk hát 1000 éves. Ugye úgy, hogy nem kis dolog. Nagy régi királyok. Vic Capet, ez az alapítója a Capet familiának. Ők feltétlenül, hát mondjuk éppen a feleség, aki az Adelaide volt, a Vic Capet-nek a felesége, aki ezt a chapelt, ezt a király kápolnát megépítette, és hát feltétlenül úgy érezte, hogy ennek feltétlenül rendeltetése van. Egy bizonyos szent, aki ő előtte 500 évvel élt, akit úgy neveztek, hogy Symphonburg, akinek aztán most került elő a szobra, ugye? Mi, amikor ezt a romos, régi garázs formában volt feltárható annak idején, a mi részünkről is megtalálható, ugye? Akkor utána mi megpróbáltunk, hát az anyagi erőnk segítségével, igyekeztem betáplálni, az, hogy a kiavítása, tehát a restauráció minél előbb készen legyen. Legelőször ki kellett pucolnunk az egész belső részét ennek a szörnyűségnek, ami belül volt, ugye? Ablakokat kellett betennünk, és a többi pódiumot tölteni, követ kellett betenni, és a nem beszélve, hogy az ásatársak. Római kori romok toltak alatt. Hát legelőször az ásatársak, igaz. Szóval abban az időben még ment a dolog, nagyon hatványozottan, hogy egymás után tudtam adni az zongora hangversenyeket, és tényleg ma már nem így van, megy a játék, de mindegy. Hogy szinte be kell bújnia annak a zeneszerzőnek a bőrébe, akinek a darabját játsz. A legnagyobb mértékben igen, így van, mert máskülönben, hogyha nem tudom magamra húzni azt a bőrt, amit
az a csodálatos zseni, mint Mendelssohn, vagy Debussy, vagy Frédéric Chopin, vagy Franz Liszt, vagy Schumann irányzott elő, vagyis hát egy kívánt meg, szabad legyen a kifejezést használnom. Mi a különbség az élő koncert és a lemez felvétel között? Óriási, óriási dolog. Én a zongora hangversenyen én tényleg előadok, és hát, ahogy az emberek mondják, játszom, ugye? Utána hát, pedig hát előtte nem játszom, hanem nagyon keményen dolgozom, és elkészítem az anyagot. Ugye? Mind ahogy tetszenek tudni. Ugye? És amikor a pódium nekedek, ott eldobom a papíros, tehát a kottát, ugye? És hát akkor tényleg előadok és játszom. Ugye? A nagy közönség kívánja, hogy játszik. Ugye? De a hanglemez felvételek, azok teljesen más tempóban és más orientációban kezdődnek és készülnek és fejeződnek be. Ami azt illeti, hogy én bizonyos részeket, daraboknak bizonyos részeit újonnan veszek fel, megint megismétlek, és amelyik a legjobban sikerült, azt összevágjuk, és az a montázs, amit úgy nevezek, hogy montázs, amit mind a filmeknél csinálnak. Hát szóval ugyanaz. Küzdöm azért, hogy a dabor, a textúr, tehát tetszik érteni, mire van szó, a szöveg, ugye, amit a kottalatokon van, ugye, azt magam játém, és utána, amikor ezzel megvagyok, elkészültem, akkor vagyok előadó, akkor válok előadó még egy. És ez a fáradtság ezután, ez olyan fajta fáradtság? Most már be kell vallanom őszintén, a végén vagyunk a kis interjúnak, be kell vallanom, nagyon fáradt. Nem egy jó, egy alkotó jellegű fáradtság. Már nem. Már több.